vagytok, akik vagytok, és ebben a pillanatban Szeszdon nem a Poppival beszélget, hanem innen kijön az ajtón, ebben a pillanatban, amikor ez létrejön, hogy a Dotti ott átvette a fegyvert, kijön az ajtón, és azt kérdezi, hogy mi? Igen. Mi van? Majd ott tartunk már, mire a Poppy tudja, hogy az ő dolga megmondani, hogy mi, ezért ide szalad, és ezt a mondatot sugja neki, hogy nehéz megszokni a nyugdíjat. Hogy miért nem mondom azt, hogy Lia, miért nem mondom azt, hogy Zoli. Először is figyelj, van két Jánosunk, van két Zoltánunk. Sokkal egyszerűbb, ha bemondom, hogy Lloyd, Dotti, nem tudom micsoda, akkor biztos, hogy őt szólítottam meg. János ugrik kettő, Zoltán ugrik kettő. Ilyen, mint ez az őrület ebben a bohózatban, hogy néma játékban minden mozgást, minden dolgot be kell állítani egy szöveghez, ami a színpadon egyébként zajlik, ez egyszerűen párját ritkító. Ez egy irgalmatlan műfaj. Hallottuk, hogy a Chaplin is hogy csinált, hogy órákig, napokig tökölt egy ilyen dologgal. Most ennek az őrületnek tartunk a közepén, és hát iszonyatos munka vár még ránk a tekintetben, hogy ez csak akkor érdekes, ha a cirkuszművészek a hármas szaltót izzadságosan és kínlódva adják elő, akkor abban semmi érdekes nincs, amikor azt mondja, hogy hopp, és csinál egy hármas szaltót, akkor azt mondja, milyen, és ez ilyen. Mindjárt hátul, figyeljetek, most elkezdtek mondani ezt a szöveget a Viki versét, és írja lassan. A Bobby ne keresse a lizét, a Bobby készíts elő azt, hogy megvárják el, jó? Majd az lesz a legnehezebb, hogy megtalálni azt, amitől hihető, hogy egy ilyen őrületben megy át, mint ahol már elképzelhetők azok a dolgok, hogy baltával fenyegeti az egyik a másikat, kaktuszt ver a seggébe, és így tovább. És ugyanakkor pedig mégis nem tévesztjük szem elől azt, hogy a Michael Flynnnek ez a remek végjátéka, ez valójában az önzés komédiája. És ez egy nagyon-nagyon kényes egyensúly lesz. Vannak jó emlékeim azért egy Gotár farsangról, mondjuk a Pesti Színházban, vagy szóval azért egy-két jó emlékem van, de ritkán találják el pont azt a szűk mesdjét, amin itt hallottam.